Szeretettel köszöntök mindenkit a Fehér Szallag Nagy Díj online kormányos értekezletén. Verebé Tibor vagyok a versenyvezetője. Idén én kaptam a megtisztelő felkérést, hogy a versenyvezetője lehessek. Az online kormányos értekezleten szeretnénk a legfontosabb információkat megosztani veletek. Sok újdonság van, úgyhogy talán érdemes végighallgatni. Az első információ, amit mindenki kíváncsi, hogy milyen idő lesz holnap, megvan a legfrissebb előjelzés. Az első, amit tudunk, hogy nagyon meleg lesz, hőségriadó van, mint ahogy az elmúlt napokban tapasztaltátok, úgyhogy készüljetek napkrémmel, ruházattal és sok-sok vízzel, mert nagyon meleg lesz, nagyon erős lesz az UV-index, 7,6-os, a Balaton is nagyon hűsít, mert az is 28 fokos, úgyhogy ez így A másik kérdés, hogy milyen szél lesz, erre is megvan a legfrissebb előjelzésünk, ez még nyilván változik. A jó hír az, hogy látszik egy markáns gradient szél, amiből nagyon reméljük, hogy a tóra is le fog jönni minél több. Ahogy látjátok, a rajt környékén ilyen 11 km körül is szelet meteorológia, és később ez széllökésekben akár 20 km-es erőre is fel tud erősödni. Aztán a tó mindig csodákra képes, hogy ebből mi tud lejönni a tóra, azt majd meglátjuk de bízunk benne, hogy a meleget enyhíti a szél, és körbe tudunk kérni a pályán. Ahogy mondtam, a versenyutasításban nagyon sok újdonságot beírtunk, hogy az a kérésünk, hogy ne megszokásból versenyezetek, hanem olvassátok el a versenyutasítást. Én most megpróbálok minden fontos dologra kitérni, de a pontos szabályok mindig a versenyutasításból érvényesek, amit most elmondok, az ilyen szempontból tájékozható jellegű a hirdetőtábla, mind az Izsák emlékverseny, klasszikrant, mind a Fehér Szalag generálkom majd tekintetében online érhető el a szokott helyen az MVS hirdetőtábla.hu oldalon. És ha most akár a versenyutasítással kapcsolatban, akár a most elhangzottak kapcsolatban van kérdésetek, azokat várjuk ma este 8-ig a hunszél.kukac.hunszél.hu weboldalon, vagy a hunszél.kukac.hu e-mail címen, és ezt igyekszünk megválaszolni este 9-ig egy újabb online videóban. Az első, ami újdonság az, hogy egy új nyomkövető rendszerre szerződött le a szövetség, amely nyomkövető rendszer eszköz alapú, tehát minden egyes hajóra egy nyomkövető eszköz kell elhelyezni. Több kérésünk van ez ügyben. Egyrészt, hogy vegyétek fel a jeladókat. Este 8 itt vannak a versenyirodán a kollégáim, és osztogatják a jeladókat. És a másik kérés, hogy vigyétek magatokkal a hajón, és rögzítsétek. A rögzítéshez kaptok egy kis gumi kötelet. A rögzítés úgy kell megoldani, hogy a jeladó az kilásson a szabad égre, tehát lehetőleg a fedezeten felülre ne a kabinba rakjátok, valamilyen védettebb helyre. Maga a jeladó egyébként vízálló, nyilván a, még úszik is a vízen, hogyha ne egy beleesne, de azért nyilván nem jó a helyre tegyétek, ahol mechanikailag és a víztől nagyjából védett. Egy nagyon jó helyezési pont egyébként az árbóctő, Hogyha a hajótok olyan, de bármilyen olyan hely, ahol védett az, és kilát a GPS, az megfelelő lehet, rögzítsétek, és arra figyeljetek, hogy a matricás fele legyen fölfele, illetve kifelé. Egyéb beavatkozást a GPS-jeladó nem igényel, magától működik, távolról tudjuk bekapcsolni, kikapcsolni, úgyhogy más dolgotok nincsen vele. Hogyha elfelejtitek felvenni a jeladót vagy a parton hagyjátok, az viszont egy kis büntetéssel jár, ez 3%-os időbüntetés, illetve minimum 5 perc. A verseny végén kérjük vissza a jeladókat, a kék szalagon is szükség lesz rá, három helyen tudjátok leadni, egyik a befutónál, a célnál rendezőmotorosba be tudjátok adni, a másik a versenyiroda nem tudjátok adni annak nyitatartás idején, Szombat, este, szombat délután, illetve este, illetve vasárnap délelőtt, és a harmadik lehetőség pedig a díjkiosztó. Aki ezt a leadást le 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 elmulasztja, vagy elveszti a jeladót, annak 100 ezer forintos kártérítést kell fizetnie a szövetség részére. Amiről még szeretnék szintén beszélni, és technikai eszköz, az a vizen történő kommunikáció. A versenyvezetőség a 79-es VH csatornán fog információt adni számotokra, Mind a rajteljárást, mind az összes fontos információmi verseny közben számotokra fontos lehet, ezt ezen a csatornán fogjuk közölni. Arra kérünk benneteket, hogy a rádiókat csak vevő múltban alkalmazzátok, figyeljetek arra, hogy ne tenyerejetek rá az adógombra. Pár éve valakinek a szerelmi életét hallgatta végig az egész mezőny egy véletlenül rátenyerelt adógombra, figyeljetek erre, és ne zavarjátok a fontos kommunikációt. Hogyha Nektek van közölni valótok a versenyirodában, a vészhelyzet esetében használhatjátok a VHF rádiót is, de a versenyirodát tudjátok elérni egy mobiltelefonszámon, ez a 0630 533 9999-es telefonszám, itt az egész verseny alatt ügyeletet tartunk. A versenypályát talán nem kell nagyon ismertetnem részleteiben, ismeritek, hogy a fehér szalag a keleti medence megkerüléséről szól, Füredi rajt, Kenesén van egy pályajel, siofokon egy pályajel, Tihany, Öreg Tihanynál egy pályajel és egy befutó. Tehát ezt a kört kell megtegyétek. Úgyhogy inkább rátérnénk arra, hogy hogyan néz, néz ki a rajt, mert ott viszont több változás is van. Az már talán megszokott számotokra, hogy van külön piros szektor és külön sárga szektor a piros szektorban rajtolnak a katamaránok, illetve a liberák, a háromnál tetrapézos hajók, a sárga szektorban rajtol minden egyéb hajó, ennek megfelelően a sárga szektorban rajtol a klasszikran nevezői, és a sárga szektorban rajtolnak mindenki, aki a aki a fehér szalagon vesz részt, és nem katamarán, és nem libera. Ami újdonság, hogy ezen a szektoroknak lett mélysége, a piros szektornak egy 200 méteres mélysége van, a sárga szektornak egy ilyen kicsit furcsán elfogyó mélysége van. Ezt a mélységet egy narancssárga bújákkal jelezzük. Ami fontos, hogy mindenki csak a saját szektorába hajózhat be, tehát itt az ábrán is látszik, hogy aki a sárga szektorból rajtól azoknak a piros szektor, illetve a szürkével jelölt zónák azok tiltottak, és egyben akadályoknak is minősülnek. A piros szektor versenyzőinek pedig a sárga szektor, illetve a szürke zónák jelentenek tiltott zónát. Itt külön felhívnám a figyelmet a rajtvonal déli végén lévő kis szürke háromszögre, amely szintén tiltott zóna. Tehát a rajtvonal déli végén a rendezőhajó, a sárga, rajtvonal végét jelző sárga bolya, illetve a narancssárga bolya által meghatározott háromszögbe ne vitorlázhatok be, ezért időbüntetést lehet kapni. A sárga szektor vonalán, ugye ez egy nagyon hosszú vonal, ez egy kb. 3 km hosszú vonal, azért, hogy érezzétek a vonalnak a pontos elhelyezkedését, betétbójákat helyezzünk el, ezek sárga bóják lesznek piros csíkkal az oldalukon, ezek segítenek a vonal pontos helyét megtalálni, ezek nem minősülnek pályajelenek, tehát lehet őket érinteni is, a tájékozódást segítik elő. A rajteljárás Ugye egy két versenyről beszélünk, részben a Classic Randról, részben a, a Fehér Szallag nagy díjról. Mind a kettőnek nagyon hasonló rajtajárása lesz. A Classic Randon a rajt 9 órakor ö, fog megtörténni, ennek megfelelően 8 óra 50-kor fogjuk adni a jelzést, 8 óra 55-kor az előkészítőjelzést, és 9-kor lesz a rajt. A Fehér Szallagon, tehát a nem klasszikus hajóknak, mindez fél órával később, tehát 9 óra 20-kor figyelmeztető jelzés, 9 óra 25-kor előkészítő jelzés, és 9 óra 30-kor rajtjelzés, de egy perces jelzést is adunk egyébként a rajt előtt mind a két versenyen. Itt látjátok a táblázatban a pontos eljárást. Szokott módon a rajtjelzést követő három percig nem szabad használni bőszeles vitorlát. Az, hogy mi minősül bőszeles vitorlának, az az Equipment Russo Sailing határozza meg, hogy éppen a kódzírótok vagy a rongyolótok annak minősül azt ott tudjátok ellenőrizni. Ami újdonság, hogy a rajtjelzés követő 60 percen belül lehet rajtolni, kicsit ezt kinyitottuk, ezt a rajtolási időablakot, hogy részben, aki elkészi a rajtot esetleg, vagy valamilyen időjárási körülmény miatt ne, nem akar, vagy nem tud rajtolni a rajt eredeti időpontjában, a legyen lehetősége egy 60 perces alakban is elrajtolni és körbe menni a tavon, illetve hát a keleti medencén. Tehát ez egy, megint csak egy újdonság, hogy ezt a időblakot kinyitottuk. Talán már ismeritek azt a vörcélinges kísérleti szabályt, amelyet a kék szalagon és a fehér szalagon is az elmúlt években alkalmaztunk. Ennek az a lényege, hogy a Rajtjelzés előtt három perccel nél korábban rajtoló hajók azok továbbra is kizárásra kerülnek, illetve DNS-sel lesznek értékelve. Aki viszont a rajtjelzés előtti utolsó három percben keresztezi a vonalat, tehát a rajtjelzés előtt három perccel a rajtjelzés időpontjáig terjedő időszakban keresztezi a vonalat, arra három szabály érvényes. Az egyik, hogy ő már nem térhet vissza a vonalnak a rajtvonal felőli oldalára, tehát ő neki már tovább kell mennie. Ennek egy nagyon egyszerű biztonsági oka van, nyilván 300 hajóval szembe vitorlázni az nem egy biztonságos történet, ugye az visszatérő hajóknak nincs is útjoga, úgyhogy ezt e szeretnénk elkerülni az itt lévő konfliktus helyzetet. Ennek megfelelően nyilván nem is jelzünk egyéni visszahívást, aki a vonalnak a rossz felén volt ebben a három percben, ő már garantáltan, büntetést kap, és ez a büntetés pedig 30 perces időbüntetés a futott idejéhez. Tehát itt a le, lehet, hogy párra mérlegelitek, hogy e 3 percért 30 perc időbüntetést, 3 perc előnyért 30 perc időbüntetést kapni. Szerintem nem éri meg, de ez a ti döntésetek. Alapvetően az a javaslatom, hogy rajtoljatok pontosan és ne korán. A, a, azon hajókat, amelyeket Időbüntetésben részesítünk azokat, az időtötebben közölni fogjuk a ezen a hajók listáját a rajtlövés követő két órán belül. Próbáljátok meg tényleg pontosan rajtolni és ne korán, nagyon sok motorossal és nagyon nagy személyzettel készülünk arra, hogy a korai rajtos hajókat kiszűrjük a mezőnyből. És akkor elindulunk a pályán, csak menjünk végig, hogy a pályajeleket hol találjátok és mik a pályajelek. Ugye az első pályajelem az kenese, ahol két pályájelet kell kerülni, az egy és az egy aljelű pályájelet, mind a két kettőt jobb kész felől. Ezek sárga felfújt búják lesznek, a Kenese Marina port előtt kb. 700 méterre. Látjátok a GPS koordinátát, újdonság nincs benne, mind a fehér szalagon, mind a kék szalagon ez a bejáratott helye ezen pályájeleknek, meg fogjátok találni elég könnyen. Ez fontos információ, hogy itt semmiképp se fogjuk rövidíteni a versenyt, itt mindenképp tovább kell haladni. A következő pályájel az egy kapu siófok előtt, a siófoki bahar kikötő előtt kb. 700 méterre. Megint csak a északi jelnek a pozícióját, látjátok a GPS pozícióját, sárga felfújt bújják, ahogy ezt mondtam, ez egy kapu lesz. A kapunak a nagysága az kb. 150-200 méter, ez szélerőttől és egyéb viszonyoktól határozzuk meg. Sőt, hogyha úgy alakul, akkor az esetben a déli kaput azt mozgatjuk is ha a mozgatás történik, akkor egy emlomúval ellátott motoros fogja mozgatni, addig, ameddig a mozgatás történik, a motoros lesz a pályájel, utána pedig a, a, a kettőpés sárga bója újra, megint csak. Itt viszont már elképzelhető az, hogy a versenyt rövidítsük, akár rajtkategóriák szerint is. Ugye három rajtkategóriát határoztunk meg, vagy van a versenyen, van a klasszikrandos, klasszikus hajók, őket a Rómeó lobogó jelöli, van a piros kategória, a gyorshajók, a katamaránok és a liberák, illetve a, a, a szabolcs, bocsánat, a fehér szalagon a sárga kategória, az, aki a sárga rajtvonalból, rajtvonal szakaszból rajtól. És ahogy mondom, a rövidítés az ilyen szempontból külön is lehetséges, tehát könnyen elképzelhető, hogy például a piros kategóriának a leggyorsabb hajók a teljes versenyen körbe mennek, viszont mondjuk a klasszikusoknak és a sárga hajóknak a pályát valahol rövidítjük, vagy Siófoknál, vagy Tihanynál. A következő pálya az Tihany. A bója az öreg Tihanyi Bahart kikötő előtt lesz kb. 600 méterre. Megint csak a GPS pozíciót látjátok és megtaláljátok a versenyutasításban is. Itt is a sárga felfújt bóját kell keresni, egy darabot, ezt kell jobb kész felől elhagyni, és ugye itt is megvan a lehetőségünk, hogy rövidítsünk. A rövidítésről annyit még, hogy egy újdonság, hogy a versenynek a limitideje az este fél kilenckor van, ez ki lett tolva a korábbi évekhez képest, éppen azért, hogy legyen esély arra, hogy a versenyt teljes távon teljesítsük, és ne csak a leggyorsabb hajók teljesítsék, hanem, hanem a kicsit lassabbak is, és a mezőnynek a nagy része érvényesen be tudjon futni, ez legyen a cél. Az, hogy a rövidítést rendelünk el, ez nyilván a időjárás függvénye. Az a cél, hogy minél hosszabban távon, de a minél nagyobb arányban teljesítsétek a versenyt. A cél, amennyiben az Füred előtt lesz az eredeti helyén, az a Balatonfüredi móló előtt, a Bahart móló előtt lesz kb. 350 méterre, két kéklobogót viselő rendező hajó között kell áthaladni és ahogy mondom, este 9 Ez még a naplemente előtt van, tehát navigációs fényekkel és a motorosok kivilegításával nem kell foglalkozatok nekünk sem, meg nektek sem. A Balaton nem csak a vitorlázóké, több akadály is nehezíti a teljesítését. a legfontosabbakra hívnám fel a figyelmet. Visszarakták a meteorológiai platformot Arsőrs és Jófok közé, amely itt a képen is látható csúnya szerkezet, kölcsönösen nagy károkat tudtok okozni egymásnak, úgyhogy az a kérésünk, hogy legalább 50 méteres körzetben kerüljétek el a, a platformot. A másik hely, amire fel kell hívni a figyelmet, az pedig a Öreg Tihany közelében attól északra található, északnyugatra található Széchenyi illetve a mögötte lévő mesterséges halívóhely. Ez is ki van bújázva egyébként, és aki ott a part alatt akar ö, navigálni, az nagyon figyeljen erre, mert könnyen rá tudok adni. Illetve hát a harmadik, amelyet akadálynak nem hívnék, de felhőjöm rá a figyelmet, hogy nem csak a mi versenyünk a Fehér Szallag nagydíj van a honlapi napon, hanem másik három regatta is ezen a vízterületen fog zajlani. A, a thl nek az olimpik regattája a Tihany előtt, a THL előtt, ez ugye érinti az útvonalunkat. Csapak előtt a Procelero rendez egy versenyt, illetve a Füszfőjöbölben is zajlik egy verseny. Én mind a három versenynek a vezetőjével beszéltem, és igyekszünk a konfliktusokat elkerülni, és úgy, ők is úgy tűzik a pályáikat, hogy ne zavarjanak minket, de elképzelhető, hogy mégis csak lesz érintkezés, úgyhogy figyeljetek oda a más versenyen résztvevő hajókra is. Szeretném felhívni a biztonsági elő, előírásokra a figyelmet. Az, hogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy aki kiment a vízre, az teljes épségben vissza is érjen. Ennek, megteremtése, ennek, ennek a biztonságnak a megteremtése aztán közös felelősségünk. A legfontosabb biztonsági előírást, amit szeretnék megállítani, az a mentőmennyi viselése mai modern mentőmellényekkel azt gondolom, hogy nem probléma, hogy az mindig rajtatok van, és ezt ajánlom is, hogy mindig legyen rajtatok. Nyilván 40 fokban, meg, nem, nagyon kis szélben, ezt kötelezővé nem akartuk, és nem, nem is tudtuk tenni. A kötelező jelleg az a viharjelzéshez van kötve, tehát ha bármilyen viharjelzést láttok a balatonon, legyen az első fokú vagy másodfokú, a fogva az kötelező és ezt ellenőrizni is fogjuk mind a pályajeleknél, mind menet közben, tehát számítsatok arra, hogy ilyen szempontból szigorú ellenőrzést fogunk tartani, és adott esetben óvást fogunk benyújtani a szabályt megsértők ellen. A másik szabály, hosszú távú túraversenyről beszélünk, az oldalkorlát, illetve a vagylagos mentőheveder, ezt is kérlek, hogy használjátok. A piros szektorból rajtoló gyorshajókra még egy csomó egyéb biztonsági előírás is érvényben van. Ezt most nem akarom mutatni a teljes mezőnyt. Kérem a piros szektorban rajtoló hajókat, hogy ezeket olvassák el. Ezeknek a betartását is szigorúan ellenőrizni fogjuk. Nagyon remélem, hogy nem lesz a helyzet a mezőnyben holnap, de készüljünk föl rá, és erre adunk egy kis segítséget ezzel a diával, amit itt most ismertetek. Az első kérésünk, a vitalezás alapvetően egy ö, olyan sport, ahol magadnak kell megoldani a problémádat. Tehát az első, hogy próbáld azt a havária helyzetet magad megoldani, amiben kerültél. Nyilván előfordulhat, hogy ezt nem tudod magad megoldani, erre készültünk. Ilyenkor nyilván kérje segítséget. Segítséget kérni több csatornán is tudtok, az egyik a VHF rádió, a 79-es csatorna, illetve a 16-os csatorna a VHF rádión való segítségéresnek van óriási előnye, hogy, hogy nem csak mi halljuk, hanem a környékbeli hajók is hallják, és ők is tudnak adott esetben segíteni nektek, hogyha bajba kerültök. A másik csatorna, amit ajánlunk, az a versenyiroda és a koordinációs központ, az előbb is ismertetett telefonszám 0630 99 99. A harmadik csatorna, amit ajánlunk, az a vízimentőknek a segélykérő telefonszáma, ez a 0630 838 83 Ők is készenlétben állnak a versenyben. Én egészségügyi vészhelyzetben mindenképp őket talán először. A vízirendészet is kiemelten készül a fehér szalagra. A vízirendészet központi száma a 1817, illetve a a rendőrség és a segélyhívó központi száma 112, mind a ketten fogadják a hívásokat és tudnak segíteni. Nagyon hasznosnak találjuk a Balaton Help alkalmazást. A Balaton Help alkalmazás okostelefonra letöltve óriási segítséget nyújt nekünk is, meg a vízimentőknek is, ugyanis azon kívül, hogy tudtok beszélni a diszpécserrel, azon kívül a pozíciótokat is látjuk, és könnyebben meg tudjuk találni a bajba jutott hajót. Amikor segítséget kértek, figyeljetek arra, hogy a, a dispatchernek mondjátok el, a, hogy kik vagytok, pontosan milyen hajónév, milyen hajóosztályban versenyeztek, mi a hogy meg lehessen titeket találni. Adjatok minél pontosabb pozíciót, GPS pozíciót, vagy, vagy ha ez nem megy, akkor egy helyszín meghatározást, hogy mondjuk siófok előtt vagytok a kikötőtől keletre 600 méterre. Adjátok meg, hogy milyen bajba kerültetek, mi a havária jellege, egészségügyi segítségre van szükségetek, vagy éppen süllyedtek, és technikai segítségre van szükségetek, és minden olyan információt adjatok meg, ami segít abban, hogy megtaláljunk benneteket, és tudjuk a havária jellegét minden pontosabban meghatározni. Az nagyon fontos, hogy a mentő egységeknek az elsődleges feladata az az életmentés, a technikai mentés az csak a erőforrások rendelkezés állása mentén adjuk, az elsődleges az életmentés, ennek ilyen prioritással fogjuk a mentési munkákat megszervezni. Még néhány tanács, hogyha haváriába kerültök. A megtalálásban nagyon segít nekünk, hogyha az orbitorát leengeditek, illetve betekeritek. A 300 hajó közül nagyon könnyű kiszúrni azt a hajót, amelyikkel nincsen orbitorla, úgyhogy ez az első kérésünk, hogyha bajba vagytok. Illetve ha már a segítség közelben van, és látjátok, hogy egy motoros közelít felétek, akkor valamilyen módon jelezzétek egy körökörösen mozgatott zászlóval, vagy kinyújtott karokkal, hogy ti vagytok azok, akik segítséget, segítséget igényeltek. Fölhívom a figyelmet, hogy ugye mi nagyon sok motorossal készültünk, de nagyon sokszor egy versenyzőhajó lesz az, aki legközelebb van egy ilyen havária helyzethez. A, arra hívnám fel a figyelmet, hogy a segítségnyújtás mind törvényileg, mind a vétorlázás versenyszabályai alapján mindenkinek a, a feladata, így a versenyben lévő hajóknak is. Csak egy gondolata az ember a vízben helyzetből, hogyha ne adj Isten, valaki belsik a hajótokról, alapvetően nektek kéne ezt az embert kiszedni a vízből, megtalálni és kiszedni a vízből. Előfordulhat az, hogy más hajó könnyebben tudja kiszedni, mint éppen ti mondjuk elsodródtok, ilyenkor az a kérés és az előírás, hogy mindenképp győződjétek meg arról, hogy a beesett ember az biztonságban van, eddig nem, addig nem mehettek tovább, hogyha más hajó ki a vízbe embert, akkor a másik hajó kapitánya jogosult eldönteni azt, hogy mikor adja vissza a vízbe embert. Az a cél, hogy alapvetően visszaadja, hiszen alapvető szabályként nekik kell a versenyben lévő hajón kell befejezni a versenyt. Amennyiben viszont az átadás nem biztonságos, a, 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 a mentést végző hajó dönthet úgy, hogy ezt az átadást ezt később, vagy majd csak esetleg a befutó után hagyja végre. Néhány gondolat a motorozásról és ilyen egyéb szabályokról. Azt talán nem kell túl hangsúlyoznom, hogy motor, ez egy vitorlás versenyről beszélünk, tehát motorozni tilos. Van néhány kivétel a rajt előtt a előkészítő jelzésig, az 5 percesig a motorozás megengedett, ugyancsak megengedett, és ez újdonság ilyen szempontból az élethez próbáltuk igazítani a szabályokat, hogyha még nem rajtoltatok el, de mondjuk a rajt, hogy le, rajtot ne de nem rajtoltatok még el, akkor rajtól 500 méteres körzeten kívül rajtalás előtt a motorozás megengedett, és ugyancsak megengedett a motorozás segítségnyújtás esetén. Ezen szabályok a hajózási szabályzatban foglaltak alól nem adnak felmentést, tehát ezt most csak a versenyszabályok tekintetében engedélyezzük ezen esetekben a motorozást, nyilván a hajózási szabályokat tartsátok be motorozás tekintetében is. Amiről még beszélnék, az a kézi erő, és itt is adtunk egy kis könnyebbséget. Tudjuk, hogy nagyon sok hajón van autopilot, elektromos csörlő, vagy esetleg elektrohidrolika a távversenyről beszélünk, és azt gondoljuk, hogy ezen eszközöket megengedjük használni, tehát nem kell minden hajón lévő eszköz feltétlenül kézi erővel működtetni. És ami szintén a verseny hosszú távú jellegéből adódik, minden kereskedelmi forgalomban lévő navigációs eszköz és kommunikációs eszköz a szabadon használható, ebben nem teszünk semmilyen korlátot. Utolsó, amire szeretném fővni a figyelmet, az, az ellen, a vízi ellenőrzés. Több hajóval készülünk arra, hogy ellenőrizzük azt, hogy mindenki szabályszerűen vitorlázik-e. Kiemelt ö, ellenőrzési terület a hajón lévő személyek száma, hogy valóban a hajón azok tartózkodnak-e, tartoz, tartoz, akik a, beneveztek a versenyre. Ö, hogyha szükséges, akkor a mentőmellény viselését ellenőrizzük, ugye a viharjelzés esetén, illetve a célbafutásnál fogjuk ellenőrizni a kötelező felszerelések meglétét. Elsősorban a biztonsági felszereléseket fogjuk ellenőrizni, horgony, vontakötél, mentőgyűrű és hasonlók. Óvások tekintetében sokan úgy fogják föl, hogy úriember nem óv. Én arra biztatok benneteket, hogy aki szabálytalanságot észlel, az óvjon, hiszen az az úri ember, aki észlelje a szabálytalanságot és óv, és nem az, aki egy szabálytalanság fölött szemet húny, hiszen azzal pont egy szabálytalan versenyzőnek adunk menekülési lehetőséget, vagy annál menekülési lehetőséget. Tehát az a javaslatom, hogy ha láttak szabálytalanságot, akkor óvjatok nyugodtan, a zsűri majd eldönti, hogy ez az adott szabálytalanság szabálytalanság volt-e, és milyen büntetést érdemel. A büntetésből két fajta van, ugye a klasszikus büntetés az a kizárás, ezeket a zsűri elsősorban a, súlyos szabálysértések esetén fogja alkalmazni, ilyen az útjogszabályok megsértése, ugye ott mindig van lehetőség a vizet javítani, ezért is, hogy ha már óvásnagyalásra kerül a sor, akkor az egy súlyos szabálysértésnek minősül. Ilyen a biztonsági szabályok megsértése, például a mentőmellénynek a mentőmellény viselésének elmulasztása, vagy a motorozás például, ez esetben a zsűri Alapvetően a kizárás mellett fog dönteni. A versenyutasításban csomó szabályt viszont DP-vel jelöltünk, amely szabályoknál a büntetés a kizárásnál kisebb is lehet. A sűrű egyeztettem ők azt tervezik, hogy ez esetben százalékos időbüntetést fognak alkalmazni. Nyilván a szabálysértés súlyoságától döntik el, hogy ez az 1%-os kategória, vagy egy 30%-os kategória lesz. Én nagyjából annyit szerettem volna elmondani, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Én kívánok mindenkinek jó szelet, és hogyha az elhangzottak a kapcsolatban bármilyen kérdés merül föl, akkor várjuk ezeket a hunszélkukac.hu e-mail címen este 8-ig, és igyekszünk este 9-ig ezekre válaszolni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jó szelet, sziasztok!